Mit mondasz? Hát nem, föl lehet venni, érted? Ja. Ez a való világ. Én szoktam itt menni a hogy hívják itt a gyártmész a volán mögött. Aztán nem volt csengő, aztán ráordított a parasz, hogy hely! Megijedt, mint az állat, a hely, hogy megfordult, a kávettem mellett, érted? Nem volt csengő, mi a fasz, hogy takarodjál, bazdnek. Érted? Jön, érted, és ja, volt egy olyan sztori, Bondoron jövök lefele, jön a kisgyerek mellett, jövök a járdámhoz, neki megy a könyökemnek, kiesik az útra, bazd meg. Elgázolja valami állat, akkor mi van? Ja, ja, ja. Az útra, azt mi bajaiak vagyunk, ja, hát ott nincs olyan. Ja, volt mi... bajai csajom egyébként, na. Még egy csajom is, sőt, kecsemét is, na. Mindegy. Milyenek a bajai lányok? Csinosak, nem? Nem tudom, én műtöttem őket, nem tudom. Na. Nem érdekes. A gimnáz, várjál, volt egy csapat, azt nem volt neked. De mi az, hogy műtöttem őket? Hát műtöttem, azért. Várj, olyan volt, 1980 volt egy építőtábor Edericsen, aztán baj a kecskeméti csajok, hát Kecskeméten is volt ugye. Te ismered a nem árt a Kecskemét, Európa kiunkusigály karatéga volt. Hú, nem tudom, lehet. Nem tudod, na mindegy, az a gyerek, hogy legjobb olyan a gépészmérők, együtt voltunk, hát a kezdte a lakot, de egyenesben volt a kégli, Boszek Kárpik is az apja. A Zoli azt mondta, hogy 8 szerint bevette a csajt, nehézikor, hogy Műszak Egyetem, azt mondta, hogy csinál 4 gyereket, az megcsinálta a kajakra, érte, nem játszott. Na mindegy, aztán az volt a lényeg, hogy elmentünk az Eredési táborba, felvittük őket a Szigligeti várba, hát a csajok olyan részeg volt, úgy húztuk a vasúcsinek mellett őket. Jaj. De úgy, hogy pillanatokat fejráltak, hát ott volt a Kecskeméti baj, meg erre. No, marad. A nem árta, az egy Kecskeméti, ugye volt karatézott a csaj, mondom, európai van. De majd megnézed, visszamenőleg a sportlexikon ide. Aztán baji csajok is voltak, az a gimében volt egy izé, ott voltak elszállásról, a bajnok gimében ott érettségiztem. Aztán bejött az izé nevelő, azt az ablakon majdnem röpültünk a 2,5 méteres ablakon kivel, ahol most van a főtér, tőt van a bajnok gimnázium. Persze. Na, én ott érettségiztem 78-ban, azt ott voltak elszállós. Aztán belopakottunk ott a csajok közé, érted, aztán amikor rágyűrődnek az ajtót, akkor az ablakon keresztül az úgy, hogy minden, hogy átugrunk. Ja. Volt olyan, hogy indult a vonat, aztán már be volt zárva a kapu, érted? Mi a véleményed a bajai halászléről? Hát én nem tudom, én 18 év halászom itt. Na. A bajai az a tésztás halász. Így van, ja. Hát én megmondom őszintén, én szoktam úgy csinálni harcsa pörgőtet, hogy nokedlival, vagy valami. Mondjuk én alaphangon csak Balatoni halból szoktam. Aha, és a bajai lányok milyenek? Hát az meg minden nő jó, amelyik jó. Na. Amelyik meg pukos, az meg menjen. Tevé. Menjen tevének.